Jó estét kívánok, ez itt a Pannon Televízió híradója. Április 22-e van, Csilla és Noémi névnapja. Ma van a Föld napja. 1876-ban született Bárány Róbert, Nobel-díjas orvos. Az elismerést a belső fülben lévő egyensúly szerv fiziológiájával és kurtanával kapcsolatos munkáival érdemelte ki. Most nézzük a legfontosabb híreket először csak címszavakban. Szépen fejlődik a gabona vajdaságban. Holnap este újraindítja a fűtést a szabadkai távfűtőművek. A főszezon előtti, illetve az azt követő olcsóbb nyaralások iránt érdeklődnek a legtöbben. Regionális kertészeti virág kiállítást és vásárt tartanak Szabadkán. Szépen fejlődik a gabona vajdaságban, megjelentek az első kalászok, ami korai aratást sejtett. A betegségek most nem terjedtek el a határban, de a szakértők szerint később fontos lesz a megelőző kezelés. Óbecsénél már a kalász is kitapogatható a búza szárában, kitűnő az állapot a gabonának, a változékony időjárást nem sínlette meg a növényzet, habár a termelők korainak vélik a kalászolás kezdetét. Egyszer kezeltem ez a levéltrágyával, mikor juttattuk ki a gaz ellen a permetezésen, és elég szépen tartsa magát. Nedvesség hiánya van egy kicsit neki, én szerintem. Volt most egy kis eső, de ez majdnem olyan harmat eső volt csak, nem a gyökérig nem tudott lejutni a víz. Az április elejei hirtelen melegben erőteljes fejlődésnek indultak a gabonák. A korán elvetett parcellákon már az első kalászok is megjelentek. Ez korai, akár június közepei aratást sejtett, viszont a hozamokat még túl korai megjósolni. A gabonát most nem veszélyeztetik a gombabetegségek, de szükséges a megelőző permetezés. Az előre haladott stádium ellenére a zászlós levél jó állapotban van. Nagyon szépen kifejlődött a gabonála az úgynevezett zászlólevél, amit nagyon oda kell figyelni, hogy meg tudjunk őrözni és megvigyázni, mert valójában ez az egyik a hordozója a jobb termésnek, és mindent el kell követni, hogy ezt megőrizzük. A meleg időben a gyomok is erőteljesen fejlődnek, szükséges az irtásuk is, és a kórokozók elleni megelőző védekezés. A taposási károk, amelyek a permetezéskor keletkeznek, nem vetekszenek az esetleges fertőzés következményeivel, emelik ki a szakemberek. A hétvégén megérkezhet a növények számára fontos csapadék, a mai nappal véget érhet a koranyári időjárás. A meteorológusok szerint szombaton esőre számíthatunk, a hőmérséklet is csökken. Pénteken megtelt Szabadka központja. A jó idő kicsalogatta az embereket. Napközben 20 fok körüli hőmérsékletet lehetett mérni Vajdaság területén. Pénteken még tökéletes az idő a fagyizáshoz, szombaton azonban már nem szabad otthon felejtenünk a kabátot és az esernyőt. A hétvége lehűlést hozhat térségünkben. Szombaton napközben valószínűleg még számítani lehet 20 fok körüli hőmérsékletre. A késő délután megjelenő esőfelhők azonban már lehűlést hoznak. Estére csak 10 fok körül mozog majd a hőmérő higanyszála, csapadékra is számítani kell. Vasárnap még hidegebb időre kell számítani Vajdaságban. Napközben a csúcshőmérséklet előreláthatólag 14 fok körül alakul majd. Az éjszakai minimum 4 és 6 fok közé eshet. Az elkövetkező napokban néhol akár még fagyra is számíthatunk. Napos, melegebb idő valószínűleg csak a jövő hét közepére várható. Holnap este újraindítja a fűtést a szabadkai távfűtőművek. Az áprilisban nem jellemző hidegebb átlaghőmérséklet miatt a szolgáltató úgy döntött, szombaton bemelegíti a fűtőtesteket. Addig lesznek melegek a radiátorok, amíg nem javul az időjárás, vagyis nem nő az átlaghőmérséklet. Várhatóan április 27-én szerdán kapcsolják le újra a rendszert.
Kötelességünk, hogy az igazság terjesztésével álljunk ellen azoknak a törekvéseknek, amelyek a történelem újraértelmezését és a tények kifordítását szorgalmazzák, hangzott el Belgrádban a holokauszt, a népirtás és a fasizmus áldozatainak emléknapján. A szertartásra Horvátországból, Németországból, Izraelből és az Amerikai Egyesült Államokból is érkeztek túlélők, illetve az áldozatok hozzátartozói. A Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Roma Nemzeti Tanács, diplomaták, szervezetek és polgárok hajtottak főt a régi vásártéren, ahol a II. Világháború éveiben koncentrációs tábort üzemeltetett a német hatalom. Mintegy 100 000, főként szerb, roma és zsidó személy raboskodott ott, mielőtt haláltáborokba szállították őket. Egy perces néma csenddel kezdődött a horvátországi Jasenovaci haláltáborban meggyilkolt szerb, roma, zsidó és horvát áldozatok tiszteletére szervezett megemlékezés. Az előző évekkel ellentétben a megjelent számos horvát állami tisztségviselő nem mondott beszédet a kővirág emlékműnél. Felolvasták a tábor utolsó túlélőjének levelét, aki a megemlékezést körülvevő nézeteltérések miatt nem kívánt személyesen részt venni az eseményen. A zsidó községek koordinációja már egy héttel ezelőtt megkoszorúzta az emlékművet, míg az Antifasiszta Harcosok Szövetsége jövő hétvégére halasztotta a megemlékezést, valamint a horvátországi szerb nemzeti tanácsból sem jelent meg senki. Magyarázatuk szerint a társadalomban újraéledőben van az usztasa nacionalizmus. A koncentrációs tábort a horvát usztasa mozgalom hozta létre, 1941 és 1945 között működött. Ritkán lehet nappal migránsokat látni Északbácskában. A lakosok szerint szórványosan csak kisebb csoportokban tűnnek fel a bevándorlók. Pénteken délután nem látunk migránsokat a kelebiai határnál, a forgalom pedig elenyésző. A szerb-magyar határ melletti Kelebián pénteken délután nem lehetett migránsokkal találkozni. A falu lakói szerint kisebb csoportokat lehet néha látni. Tegnap is. Itt aludtak kint, az autóbuszállomáson. A kelebiai mester Ibolya azonban már azt mondta, hogy az utóbbi egy hónapban egyáltalán nem látott bevándorlókat Kelebián, csak Szabadkán. Én itt nem láttam. Erre itt nem láttam. A Halasi úton ott igen. Királyhalmon vasárnap láttak utoljára egy 4 fős csoportot. Nem sokan jönnek mostanában, vasárnap mentek 4-en, jöttek már lefelé, biztos visszaküldték őket a határól, mert nem lehet látni őket. Tavaly nyáron a migránsok elárasztották Horgost. Az északbácskai településen pénteken egyetlen bevándorlót sem lehetett látni. Az európai demográfiai mutatókból adódó várható munkaerőhiányt nem bevándorlókkal kell kezelni, hanem az európai fiataloknak kell munkát adni. Délen hatalmas 40-50%-os a fiatalok munkanélkülisége. Miért nem nekik segítünk? Tette fel a kérdést Orbán Viktor magyar miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjújában. A kormányfő arról beszélt, hogy közzé kell tenni a Schengen 2.0 akciótervet, mert Brüsszel előállt egy képtelen javaslattal, amely szerint Európa népesedési és gazdasági problémáit minél több migráns beengedésével kell megoldani. Volt, a múlt időt szeretném aláhúzni 3-szor. Volt egy jelentős különbség Németország és Magyarország között a migránsválság kezelésében. A két ország teljesen szemben álló álláspontja mára megváltozott. A németek ugyanis ma már ugyanazt mondják, mint a magyar kormány, azaz a külső határok megvédésére helyezik a hangsúlyt, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök hozzátette, a kvóta ügy egy másik vita. A kormányfő azt mondta, ha valaki nemzeti szinten döntött arról, hogy beengedi a migránsokat ellenőrzés nélkül, akkor a következményeit nem vállalhatjuk nemzetközi szinten. Ez azt jelenti, hogy Magyarország ebben a döntésben nem vett részt, mi elleneztük volna, ha lett volna egy demokratikus eljárás, meg is akadályoztuk volna, erre nem adtak lehetőséget, most nem kérhetik tőlünk, hogy az ő döntésüknek a következményeit mi viseljük. Sőt, a döntésükből fakadó problémákat, terrorizmus, erőszak, az európai kultúra, a veszélyeztetettsége, ezt mi importáljuk ide önként Magyarországra. Miért is tennénk? Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Brüsszelt és magyar szövetségesét, a baloldalt is meg kell állítani a kvóta kérdésében. Ha nem tudjuk őket megállítani,
egy népszavazással, akkor bizony előfordulhat, hogy nem Magyarországon fogják megmondani, hogy mi kikkel éljünk együtt. Szerintem ez a nemzeti függetlenségnek, szuverenitásnak és önállóságnak lábbal tiprása lenne. Ezért meg kell állítani egy népszavazással. A kormányfő az interjúban arról beszélt, hogy a Schengen 2.0 akciótervet azért kellett közzétenni, mert Brüsszel előállt egy képtelen javaslattal, amely szerint Európa népesedési és gazdasági problémáit minél több migráns beengedésével kell megoldani. Ez pedig, ahogy fogalmazott, egybeesik a volt szocialista kormányok migrációs politikájának dokumentumával, amely ma került nyilvánosságra. Tehát Brüsszel és a magyar baloldal, azt is mondhatnám, hogy az európai és a magyar baloldal között teljes összhang van. Be akarnak hozni sok millió embert Európába. A előző szocialista kormányok ilyen programjában az szerepelt, hogy az ország egy tizede belátható időn belül az külföldiekből fog állni. Ez egy agybaj. A kormányfő hozzátette, Európában sok helyen magas az ifjúsági munkanélküliség. Ezért inkább az európai fiataloknak kellene munkát adni, ahelyett, hogy idehoznának kívülről, ahogy fogalmazott, más kultúrából érkező, együttélési problémákat okozó, terrorveszélyt növelő migránsokat. Közben újra nő a Törökországból Görögországba érkező migránsok száma, naponta 150-en jutnak el a görög szigetekre csónakokkal. Nemrég sikerült elérni, hogy szinte egy bevándorló sem tudott Görögországba jutni, az utóbbi 3 napban azonban ismét többen útnak indulnak Törökországból. Szakértők szerint ez azt jelentheti, hogy a régi migráns útvonal újra feléled. Hogy ez miért történik, csak találgatnak. Vannak, akik az időjárási viszonyok javulásával, mások az embercsempészek egyre nagyobb kreativitásával indokolják a jelenséget. A főszezon előtti, illetve az azt követő olcsóbb nyaralások iránt érdeklődnek a legtöbben, mondják a szabadkai idegenforgalmi irodákban. Az utazni vágyok leginkább a szomszédos országokban, illetve a görög tengerparton töltenék a legforróbb évszakot. A Szerbiában tapasztalható rossz gazdasági helyzet az emberek nyaralási terveire is rányomja a bélyegét. Sokan vagy nem mennek sehova, akik pedig mégis utaznának, azok az olcsóbb lehetőségek mellett döntenek. Horvátországba megyünk a rokonsághoz, ott nyaralunk, mégül is vendégségben megyünk, úgyhogy így könnyebb. Прошлый год я был на Доминикане 6 месяцев и мислим, что сам мало испутал своё летование за некое время. Наверное, Черна гора, край июля, початок августа. Eddig mentünk, de most már nem megyünk. Csak ilyen közelebbre, ilyen sétáló helyre, ilyen szép helyre mindez a palics. Az utazási irodákban a főszezon előtti, illetve az azt követő olcsóbb nyaralásokat keresik az érdeklődők. A migráns krízis ellenére az egyik legkeresettebb helyszín továbbra is Görögország. A terrortámadások valamelyest csökkentették az egyiptomi, tunéziai és törökországi nyaralás iránti érdeklődők számát. Destinacija za koje ne vlada toliko interesovanje, to definitivno jesu Tunis i Egipat, i Turska, zbog situacije koja se desila prošle godine, tako da sve manje interesovanje za Tursku, međutim mi imamo putnike koji su se ipak odlučili da idu u Tursku, kojima ta situacija koja se tamo dešava ipak ne smeta. Egy montenegrói 10 napos nyaralás már 140 eurótól lefoglalható. A horvát, a bolgár, illetve a görög tengerpartra pedig nagyjából 200 euróért lehet eljutni és ott tölteni 10 napot. Jövő héten kezdődik a turisztikai charterjáratok idénye a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren. A szezon végét október elejére tervezik. Arra számítanak, hogy több mint 250 ezer ember repül majd a járatokkal, ami 15%-os emelkedést jelentene az előző évhez képest. Az Air Serbia legfontosabb újdonsága, hogy indítanak járatokat Belgrádból az Amerikai Egyesült Államokba, emellett növeli a Dubrovnikba, Splitbe, Pulára és Máltára irányuló járatok számát. Charterjáratokat indítanak még egyebek mellett Athénba, Barcelonába és Tivatba is. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Környezetvédelemmel kapcsolatos plakátokkal, saját készítésű szórólapokkal és sétával hívták fel a környezetvédelemre a figyelmet Zentán. Nem szűnik a védett madarak mérgezése Vajdaságban.
Eltemették Kertész Imre Nobel-díjas írót a Fiumei úti nemzeti sírkertben Budapesten. Az író 86 évesen hosszantartó súlyos betegség után március 31-én hunyt el. A temetésen Spíró György író azt mondta, a nyomasztó, kilátástalannak tűnő évtizedekben Kertész Imre volt a legszabadabb ember, akit ismert. Eszterházy Péter szintén beszédet mondott a temetésen, csönd, nyugtalanság, szenvedés, ezek lehetnének a nagy Kertész szavak. Ezek által tudunk meg valami újat magunkról, az országunkról, a világról, Istenről. Két nap alatt csaknem 80 előadó és szerző lép fel az Óbecsei Városi Színházban, hogy kiderüljön a vajdasági magyar középiskolások közül, ki a legtehetségesebb előadó művész és a legjobb önálló írásmű szerzője. Addig lesni nem ér, amíg a lesnik leér. Csak sisteregés jön az esti ebéd, már Pest idején, már Pest idején, már Pest idején. Aztán körülöttem mindenki felnőtt. A Varázsló Kertje nevű formáció muzsikájával vette kezdetét az idei középiskolások művészeti vetélkedője Óbecsén. Pénteken a vers, a prózamondók, a drámai monológ előadói és a népmesemondók, valamint a megzenésített versek előadói versenyeztek. A Csókai Dupák Fanni a szín- és filmművészeti vetélkedőről már elhozott egy külön díjat. Én idén másodszor vagyok itt, és tavaly is, és idén is verssel készültem. A Juhász Aranka magyar tanárnő készített fel engem, és én azért szeretek idejönni, mert egy nagyon hangulatos verseny, és ez a kedvenceim közé tartozik. A szünetben megnyílt a képzőművészeti tárlat is. Szombaton a novellák, a versek, a publicisztikai írások és a humoreszkek szerzői állnak a zsűri szín elé, valamint idén debütál egy új műfaj, a slam poetry is. Azt gondolom, hogy egy jó indulása lesz ez ennek a műfajnak. Azt gondolom, hogy egy olyan modern műfajról van szó, ami mindenféleképpen nagyon népszerű lesz a fiatalok között, már a hallgatóságnak is, úgyhogy reménykedem abban, hogy ez majd csak erősödni fog, és mind többen fognak jelentkezni. A gála műsor vasárnap 8:30-kor kezdődik az Óbecsei Városi Színházban. Ezen a beszédművészeti és irodalmi vetélkedő legjobbjai mellett a megzenésített versek és a népművészeti vetélkedő első helyzetje is fellépnek. A bánáti kisvasútról nyílt kiállítás a Nagybecskereki Városi Népmúzeumban. A szerzők Szilágyi Mária és Anica Tufekdzsics, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának műemlékvédelmi szakmérnökei. A gyűjtemény több éves kutató munka eredménye. A Nagybecskereki és Zsombolya közötti keskeny vágányú vasúton 1898-tól indult meg a forgalom. Fellendítette a vidék gazdaságát, bekapcsolta az elszigetelt bánáti falvakat a monarchia vérkeringésébe. Háromszor cserélt országot, 1924-ben Zsombolya Romániához való csatolása után pedig lerövidült. Megszűnésével 1968-ban elkezdődött a bánáti vasúti közlekedés válsága, amely a napjainkig tart. A kisvasútból egyes házaknál maradt sín darab, meg a talpfáknak a darabjai, a lórét, a lóvontatású gazdasági vasútnak az egyik részét is megtaláltuk, azt itt ki is állítottuk, valamint ez az utcai lámpa, amit itt láthatnak, két vasúti lámpa, ezeket sikerült összeszednünk. Sajnos jegy nem maradt. A kisvonatnak 3,5 óra kellett, hogy megtegye az 50 kilométeres távot Magyarcsernyétől Nagybecskerekig. Az utasok többsége a város bejáratánál levő első állomáson leszállt, mert onnan gyalogosan hamarabb odaért céljához. Rengeteg ember utazott, különösen a hétfő, vagyis hát a weekend befejezése után, mivel hogy hát rengeteg munkás és rengetegen dolgoztak bent a városba, a környező helyiségekből, akkor hát nagyon, nagyon kényelmetlen volt az utazás. Oda is, még vissza is. A kisvonat ma is él a magyar csernyeiek emlékezetében. Az összes árut, sőt a postát is a kisvonaton hozták, és hát nosztalgiával gondolunk rá, vasútállomás még áll, de elég rossz állapotban van, a felújítása nem volt éppen megfelelő, de úgy gondolom, hogy még mindig helyre lehetne állítani.
A bánáti kisvasút történetének felelevenítése a Nagybecskerek-Temesvár közötti vasút felújításának a tervét is újjáélesztette. A két bánáti város összekötése, valamint a Bega folyó újbóli hajózható állapotba való hozása visszahozhatna valamit Bánát egykori fényéből. Nem véletlen, hogy a kiállítás következő lehetséges színhelye Temesvár vagy Zsombolya lesz. Megdöntötte a lebegő mágnes vasút sebességének világrekordját az amerikai hadsereg kísérleti mágnes vasútja, amely óránkénti 1019 kilométeres sebességgel száguldott a tesztpályán. Az Új-Mexikó államban lévő légitámaszponton március 4-i rekordját döntötte meg a jármű a különleges tervezésű, több mint 600 méteres pályán. Az úgynevezett maglev szerelvények a mágneses rendszernek köszönhetően nem érintkeznek a vasúti sínekkel, így kizárólag a levegővel való súrlódásuk korlátozza sebességüket. A rekord döntés ellenére további változtatásokat terveznek a mérnökök. A vonat formáján és a felhasznált anyagokon is módosítani szeretnének, mondta a kísérleti század parancsnoka. Regionális kertészeti virágkiállítást és vásárt tartanak Szabadkán a Kék Szökőkút melletti sétányon. A színpompás virágokat még vasárnap is láthatják az érdeklődők, és akár meg is vásárolhatják a bemutatott növényeket. A fesztivál idejére virágba borult Szabadka központja. Rengeteg fajta virág tarkította a főteret a legkülönbözőbb színekben. A kiállításon leginkább hölgyek válogatták a cserepes növényeket, olyanok is voltak, akik családostól vásárolták meg a kert jövendőbeli díszeit. A kertbe vettük a virágot, és nem személynek vettük, úgy magunknak, mind a kettőnk örömére. A tornyosi Rácz Szabó Márta kifejezetten olyan növényt keresett, amely még nem található meg a kertjében. Kötődnek hozzám, úgy érzem, talán megvigasztalnak közembernek. Kis bánata, öröme. Minden benne van, és a virág azt érzi. Különböző sziklakerti növények közül is válogathattak az érdeklődők. Mi szeretjük, és a vásárlók is úgy látom, hogy szeretik, mert bárhol, teraszokon, balkonokon, vagy esetleg sziklakert, vagy egyszerű kertekben is megélnek, és nem különösebben igényesek. Vannak ilyen apró virágok, begóniák. A királyhalmi Berta Erika sorolja az általa kiállított növényeket. Ő negyedszer árulja virágait a rendezvényen. Vannak visszatérő vásárlói is. Az ember be tud mutatkozni, tehát több termelővel meg tud ismerkedni, meg a kínálat, meg a kereslet, ugye, ami szerepet játszik. Idén 23 észak-bácskai dísznövény termesztő állítja ki legszebb virágait, melyeket az érdeklődők vasárnapig csodálhatnak és vásárolhatnak meg. Környezetvédelemmel kapcsolatos plakátokkal, saját készítésű szórólapokkal és sétával hívták fel a környezetvédelemre a figyelmet a Zentai Stefan Szrémánc általános iskola Turzó Lajos munkaegységének felsős diákjai a földnapján. A földnapjáról 1970-ben emlékeztek meg először, azóta világszerte különféle rendezvényeket szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. A Zentai intézmény tanulói már két hónapja készültek erre a napra. Sós Petra környezetvédelemmel kapcsolatos rajzokat osztogatott a zentai járókelőknek. A piac téren felhívtuk mindenki figyelmét, hogy április 22-én a földnapja van. Sós Petra nem csak az iskolában védi a környezetet, hanem otthon is. Nem pazaroljuk nagyon a vizet, mert mindig ránk szól anya, hogyha úgy hagyjuk a csapot, mert ha csöpög, akkor apa meg szokta javítani. Pavlovics Krisztián szerint, aki növényt ültet, az nem csak védi a környezetet, hanem szebbé is teszi azt. Rengeteg virágom van otthon, és minél többet ültetek, és azt ajánlom, hogy aki csak bír, ültessen virágot. A Stefan Szrémánc általános iskola Turzó Lajos munkaegysége évek óta állandó jelleggel foglalkozik a témával. Korábban egy környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi rajzpályázaton is sikereket értek el. Ezen kívül az iskola gyűjt száraz elemet, valamint használ technikai berendezésekért, édességjár cserébe, és az győztes osztály hivatalos volt palacsintára. A gyerekek rögtönzött kiállítását a zentaiak a városháza előtti téren tekinthették meg, amiket figyelmesen elolvasva helyes válaszokat adhattak a diákok által készített kérdőívekre.
Nem szűnik a védett madarak mérgezése Vajdaságban. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy folyamatosan találnak mérgezett madarakat a tartomány területén. Az elhullott tetemek között több fokozottan védett példányt is találtak, például rétisast, egerészőjüvet, darvakat és más fajokat. Azt is megállapították, hogy a termőföldeken többször használnak Szerbiában tiltott növényvédőszereket. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a sok növényvédő használata nem csak a madarakra, hanem az emberek egészségére is ártalmas. Kitünteti az Európai Bizottság a kerecsen sólyom védelmi programot. A nemzetközi projektben 4 ország 13 szervezete fogott össze a globálisan veszélyeztetett faj védelmében. A költőládák kihelyezése és a villanyoszlopok biztonságos tétele mellett azt is kiderítették, hogy táplálkozásában fontos szerepet játszanak a rágcsálók, a szélerőművek pedig kiszorítják élőhelyéről. A kerecsen sólyom védelme is az Európai Bizottság legjobb természetvédelmi projektjei közé került, kiérdemelve a legjobb Life természetvédelmi program elnevezésű díjat. Idén 3 kategóriában összesen 63 Európai Uniós program közül 23 kapja meg a kitüntetést, köztük a kerecsen sólyom védelme Észak-Kelet-Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában című Life Plus projekt. A kerecsen sólyom Magyarországon fokozottan védett, az eszmei értéke 1 millió forint. Az áramszolgáltatás és vízellátás korlátozását követően újabb csapás érheti Venezuelát. A dél-amerikai állam sör nélkül maradhat, írja a B92 hírportál. Az ország legnagyobb sörgyára bejelentette, nyersanyag hiány miatt felfüggeszthetik a termelést. A vállalat illetékesei azt mondják, képtelenek valutához jutni, ami miatt nem tudják megvásárolni az árpát. Venezuela a kőolaj árának csökkenése miatt hatalmas gazdasági válságba került, mivel a nafta az egyik legfontosabb bevételi forrásuk. Továbbá az országban szárazság uralkodik. A közgazdászok azt mondják, az infrastruktúra hiányos fejlesztése is felelős az előállt helyzetért. A szakemberek szerint az infláció elérheti akár az 500%-ot is. Az államban takarékossági intézkedésből 4 naposra csökkentették a munkahetet, újabb állami ünnepeket vezettek be, valamint idő előtt áttértek a nyári időszámításra, hogy azzal mérsékeljék az áramfogyasztást. A magyar Csernovicki Éva ezüstérmet nyert a 48 kg-osok mezőnyében az olimpiai kvalifikációs Cselgáncs Európa-bajnokságon Kazanyban. A tatabányai sportoló a döntőben a hozzá hasonló olimpiai és világbajnoki 3. Európa-bajnoki címvédő belga Van Snickkel csapott össze, és egy vazarival kikapott tőle. Az aktuális világranglistán 4. helyen álló magyar versenyzőnek, akinek riói kvótája már biztosnak tekinthető, ez volt a 4. Európa-bajnoki ezüstérme. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Szépen fejlődik a gabona Vajdaságban. Holnap este újraindítja a fűtést a szabadkai távfűtőművek. A főszezon előtti, illetve az azt követő olcsóbb nyaralások iránt érdeklődnek a legtöbben. Regionális kertészeti virág kiállítást és vásárt tartanak Szabadkán. A híradó végén köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!